A Magyar Szolidaritás Mozgalom az 1000 eurós nettó minimálbér azonnali bevezetését kéri, és egy 1000 milliárd forintos állami bérlakásprogram indítását javasolja az egész országban. A párt szerint a bejelentett lakhatási támogatások továbbra is csak a tehetősebbeket segítik, a bejelentett munkáshitelek pedig csak arra jók, hogy örökös adósabb szolgasságba taszítsák a fiatal munkások százezreit. Ezekről lesz szó a következő percekben. Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nagyon erős kifejezések az adós rabszolgaság és egyebek. Kezdjük az 1000 milliárdos, vagy az 1000, 1000 eurós nettó minimálbérrel. Hát ez körülbelül ugyanaz az összeg, mint amit a kormány is mond. Mi a, mi a problémájuk akkor ezzel az összeggel? Ha a kormány mondja, nem jó, ha önök követelik, akkor jó. Hát mi már két éve követeljük ugye, és nettóban szeretnénk, hogyha ezer euró lenne, és nem két-három év múlva, hanem most. És ugye ezt azért akarja a Magyar Szolítási Mozgalom, mert ugye Magyarországon olyan árszínvonal van, ami megközelíti a legdrágább nyugat-európai árszínvonalat, akár a a lakhatás kérdésében, akár az élelmiszerek kérdésében, és hogyha Magyarországon lehetnek nyugat-európai árak, akkor mi azt gondoljuk, hogy el kellene érni a minimumát annak a, a fizetésekben, hivatalosan is, a, ami nyugat-európában van. Úgyhogy mi, a mi követelésünk a, a mostban van, nem két-három év múlvára, és nem bruttóban, hanem nettóban, tehát amit az emberek készhez kapnak. Ez a mi. Követelésünk. Javaslatunk. Értem, de miért a kormánytól követek? Nem a kormány fizet béreket, legfeljebb egy bértárgyalást menedzselhet, vagy, vagy különféle jogszabályokat hozhat, de, de miért a kormány felé fogalmazzák meg ezt a követelést? Hát persze fordulhatunk a multinacionalis cégek felé is, de ők az elmúlt 34 évben nem úgy viselkedtek, hogy abból az látszódna, hogy a magyar munkások vagy a magyar dolgozók a bérükhez az elvégzett ö, 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 munkájuk utájáró bérhez jutnának. Úgyhogy ezért mi a kormány felé ö, 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 intézzük a javaslatainkat, mert azt gondoljuk, hogy a magyar kormánynak az a feladata, hogy a magyar ö, embereknek az életét, a magyar munkásoknak az életét ö, segítse, hiszen a mi adófizető forintjainkból gazdálkodik, tehát a magyar állam és az összes állam is nem csak úgy van magától, hanem azért van, hogy az adott népnek, így hát a magyar népnek is ö, az előrejutását segítse, és nem azért, hogy a multinacionalis vállalatokat vagy a bankokat vagy esetleg a saját barátait segítse az előrejutásban. Na, úgy fogalmazott az imént, hogy a követelésük a mostban van, hát tulajdonképpen holnaptól lenne jó ez a minimálbér és nettó formában. Így van. Ha ez irreális, vagy ez nem valósul meg holnap, akkor egyet tudnak érteni azzal a szándékkal, hogy mondjuk két-három éven belül ez legyen Magyarországon? Ugye nagyon örülünk annak, hogy a, a jellegi magyar kormány egyébként Szakítva az elmúlt 34 év politikájával, ilyen polgári politikájával, végre elkezdett az emberekről is, tehát a munkásokról is beszélni. hát Ebből, ebből áll a mi a jelentős része. Azzal tudunk egyetérteni, hogy a kormány is úgy látja, hogy itt valamit kezdeni kell a, a, a bérszínvonalnak a, a növelésével, csak azt gondoljuk, hogy ez egyelőre nagyon kevés. Tehát Orbán Viktor ma azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy minden marad a régiben. Tehát, hogyha két-három év múlva lesz ezer euró a minimálbér, az azt jelenti, hogy nagyjából ilyen infláció mellett, ilyen változó gazdasági környezetben nagyjából pont ugyanott fogunk tartani, ahol most vagyunk. Említi, hogy, hogy a kormány, ahogy önfogalmazott, hogy végre elkezd foglalkozni a munkás emberekkel, a, a munkásemberek emberek hétköznapjaival, és, és egy hitel a rendelkezésükre áll, hogy előrelépjenek, hogy fejlesszék a saját életüket. Miért mondják ezt, miért nevezik ezt adóssra? Szolgasságnak. Azért használnak ilyen erős kifejezéseket, mert jól mutat a közleményben? Nézze, mediatizált, mediatizált világban élünk, nyilván itt már, hogyha az ember gyengébben fogalmaz, akkor az emérjel az inger küszöböt. És természetesen jó dolognak tartjuk, hogy nem csak a diploma eléréséhez nyújt segítséget az állam, hanem a dolgozó vagy munkás fiataloknak is segít, ez egy nagyon jó dolog és még egyszer mondom, sokkal jobban örülnénk, hogyha nem hitelt kellene fölvenniük, még ha az kamatmentes is, hanem mondjuk olyan béreik lennének, amiből nem merülne föl, hogy nekik hitelt kell fölvenniük, és olyan Például, hogy lennek bérlakások, elérhető áru bérlakások, amit az ő béreikből ki lehet fizetni, az jóval megkönnyítené az embereknek az életét, és, és már nem is lenne szükségük hitelre. Tehát mi ebben gondolkodunk, és ebben hiszünk. Nyilván az önök mozgalma és a, a hálózaton keresztül, a kollégákon keresztül próbál információkhoz jutni, hogy az önök által reprezentált társadalmi rétegnek mire is lenne szüksége. Ebből a szempontból kérdezem, hogy ez a fajta, hát így így munkáshitel, ez megfelelő célokat szolgál ön szerint? Nézze, a, 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 ha az a cél, hogy a dolgozó embereknek, a fiatal dolgozó emberek azért ne nulláról, vagy nem mínuszból kezdjék az életüket, az egyrésztről jó, de másrésztről azért a mai ingatlan árak mellett, mert hogyha jól értjük, azért ugye ez, ez, a, ez a pénz azért jelentős részben ugye ingatlanvásárlási célokat szolgálna, Hát Budapesten és a megyeszékhelyeken ebből sajnos egy szobát is nagyon nehéz vásárolni a jelenlegi árak mellett, és ugye csak egy kezdő hitelhez, tehát egy kezdő rugáshoz jó, egy átlagos magyar fiatalnak, aki mögött nincs mondjuk öröklés, vagy nincs, nincs családi segítség, sajnos sok vannak ilyenek, én is egyébként egy ilyen családban jövök, ott, ott ugye ez az, azzal fog járni, hogy Más hitelekhez is hozzá kell jutnia, máshonnan is pénzt kell szereznie, nem csak egy munkahelyen kell dolgoznia, hanem több munkahelyen kell dolgoznia, belekerül a szokásos magyar életvitelbe, hogy kizsigereli magát, rossz életkörülmények között lesz, nem mennék végig a leckén. Mi egy másik életet szeretnénk a magyar dolgozóknak, ahol 8 órát dolgoznak, 8 órát szórakoznak és 8 órát pihennek. Én már 150 éve küzd ezért a magyar baloldal. Az egy szomorú dolog, hogy nem érkeztünk még, még mindig ott tartunk, hogy ez egy alapkövetelés Magyarországon. De, ha jól értem, akkor azért a kezdőrugás az önkifejezésével ennek az érvényességét elismeri, tehát a kezdőrugásnak az a tulajdonsága, hogy anélkül biztos, hogy nincs meccs. Tehát azért mégiscsak jó, ha van kezdőrugás. Ez örülünk, hogy 34 évvel a rendszerváltás után elérkeztünk oda, hogy a, a magyar, mindenkori magyar állam az elkezd foglalkozni a dolgozókkal is. Ezt jónak tartjuk, Jólak tartjuk, vagy, tehát nem rossz az irány, csak mi ennél sokkal, 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 sokkal többet szeretnénk. És azért azt még el kell mondanom, hogy azt egyébként kétségbejtőnek látjuk, hogy van a magyar ellenzékben olyan, még az a meghatározó erők is, akik, akik akik, akik, még azt mondják, hogy még ez sincsen benne a magyar gazdaságban, holott gyakorlatilag a, gyakorlatilag a német autóipartól kezdve a kínai állami vállalatokon át, a japán és ki tudja még milyen cégek is itt vannak már Magyarországon. Tehát, hogy mondjam, ha a multinacionális cégek itt vannak, és nagyon jól keresnek rajtunk, ugye több ezer milliárd forintot visznek ki évente, akkor mi most azt gondoljuk, hogy most már tényleg elérkezett az idő arra, hogy a, esetleg a magyar emberek is jól járjanak ebből a fele kapitalizmusból. Indul a Nemzeti Konzultáció, egyetértenek a kérdésekkel, a célokkal? Sok olyan kérdés van, amely az önök által képviselt társadalmi réteg, a, a dolgozó emberek hétköznapjait érinti. Igen, hát a konzultációban ki nem mondva a, az Orbán kormány ö, szavakban való fordulását lehet ö, látni. Ugye nagyon erős ö, ö, állami részvételt. Ö, Kérdésztinálnak a kérdések. Ez jó, hogyha nem csak szavakban van. De mi azt látjuk az elmúlt 34 évből, és leginkább az elmúlt 14 évből, hogy sajnos ez csak szavak szintjén van meg. Továbbra is azt látjuk, hogy a magyar állam a multinacionalis cégeket és bankokat támogatja érdemben. Tehát sok százmillió, néha sok milliárd forintból, a mi adófizető pénzünkből, és nem a kis és középvállalkozásokat. Most ugyan, a következő évben úgy tűnik, hogy fogják támogatni a kis és középvállalkozásokat. Na de hát 14 éve vannak kormányon, e, e, és 34 év telt el. A, a, rendszerváltás óta. Szóval, hogy képzeljük el, hogyha azt a sok-sok százezer -sok vagy ezer milliárd forintot, amit külföldi multinacionális cégek támogatására fordítottunk, azt mindvégig a magyar emberek, magyar kis- és középvállalkozások, vagy akár nagyvállalatok támogatására, ne adj Isten állami vállalatok fejlesztésére fordítottunk volna, akkor hol tartanánk? Tehát ilyen értelemben tudjuk támogatni csak ezeket a kérdéseket. Székely Sándor a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.